screaming dolo. Never sold a bag that looked like Pablo in a photo. This gon' make her feel the way like Tony killed Manolo. You already know, you already know. I walk in the corner with the money on my finger. She might get it poppin', I'm a wife of fun. Si lloras, oye, manda si lloras. Yo, ok, yo, no, asco. So, ahorita terminan que es Edge. Sí. Oh, ez köszi a raidet. Nincsen raidom, mert ez nem az a beállítás, ami vagyok, hanem ez itt van, ez. Ez a laptopom. Laptop beállításon vagyok most. Örülök, hogy most éppen futtatja. Úgyhogy, ja. Zene az jó, az tudom, ez olyan pulkit, de kipróbáltam. Úgyhogy, ja, na, akkor kezdjük is. Ugye, meg kell indítani a gépet, hogy egy kombinációt nézek. Mert egy kombinációt megcsináljak. Nagyon picivel látom amúgy a csetet, úgyhogy ezért is elnézést kérek, de nem nagyon látom, hogy mi van. De próbálok így oda figyelni a csetre. Látok, ez a penrájt kell nekem. Szóval ez. Hmm.
F12, ugye? Jó. Ja. Próbáltam úgy megcsinálni, hogy a Favel médiával, de nem tudtam megcsinálni. Úgyhogy sajnos ez van. Ezt kell szeretni. Boot menü, igen. Itt kell nyomogatni szépen a... szépen... gyorsan a boot menüt, hogy be tud lépni. Az F12-t, vagy olyan. Igen. Oké. Okay. Biztos, hogy ez. Nem is ez. Sőt, biztos is. Nem ez. Hogyha nem veszem észre, mi amit írt. Csak, ja. Most kicsibe írja nagyon. Eljött az idő, igen, csak most így hirtelen most nem is tudom, hogy kéne megcsinálni. Állt van. Nem. Hú, már olyan régen telepítettem újra, hogy már elfelejtettem, hogy hogy van. Bocsi sárta, de... most ez van. Wesley... jó. Jézusom, elfelejtettem, hogy kell újra telepíteni. Hallod? Elfejtettem. Hogy F2, nem tudom már melyik. Jézusom! Na ez érdekes, hogy elfelejtettem, hogy hogy kell bootolni most. Pedig itt van boot menü. Nyomod, meddig tudod. Megkérdés az automata javítása. De a pendrive-ot akarom elérni. Érted?
magát a pendrive-ot akarom elérni, de most így nem tudom. Elfejtettem hirtelen, pedig tudom, hogy az F12-vel kell csinálni. Az a boot menü. Enter setup. Igen. És itt kéne valahol lenni annak, hogy a pendrive-on bootoljak. Hogy a pendrive legyen a boot. De azt így nem találom most, hogy hol van az a... hogy hol bootoljak. USB. Ne. Power. Ja, szóval itt kéne valahol lenni. Milyen nézek róla egy videót, tehát... De nincsen, hogy nem találom most. De nincsen, hát hol van? Halló? Pedig olyan szépen így megtaláltam mindig. Már hogy kell néznem volna a videót. Elfelejtettem, hogy úgy kell megcsinálni. Ilyet hallod? Jézusom. Most nem is vegyek magammal. Azon jó, hogy... Hallod? Ilyen nincsen. Nem világon nincsen. Elfelejtettem, hogy kell bootolni. Nem ez az a menü, ami kell nekünk, hanem teljesen másik menü az, ami kell nekünk.
Álljál. Látom valamelyik. Most így. Csinál valamit. Mert nem ezt a gamer-es, hanem a sima alapot keresem, de nem találom most így hirtelen. Úgyhogy, ja. Nem, megnézem, hogy... Szóval, hogy kell olyan a Twitch. Igen. Bahocs, de ez furcsa, ez... Most így nem ismerek magamról se. Nem, hogy látok, most így nem ismerek, hanem magamban nem ismerek. Úgyhogy bocsánat a kellemetlenségért. Nem megpróbálom ezt kiavítani. Mert azt mondja, hogy hová is ment az ő, hogy... Ja, oda. Úgyhogy mi is menjünk szépen oda. Szóval ugye minden beállítások. Igen, ez. Aztán utána, ezután hová ment. Backup. Egyállítás, igen. Jó, ezt szerintem akkor így tudom megoldani, nem tudom miért. Nem mindegy, bocs mindenkit. Az nem befolyásolja. De mondom, ez az nem befolyásolja. Na akkor kis türelmet, azt mondja. Na most sikerülni fog. Igen, helyreállítás. Igen, és pillanat, csak kiveszem a... Nem akarom, hogy azt törölje. Semmiképpen nem akarom, hogy azt törölje. Igen. 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 Az, és a UEFI-re ment, igen. Ez az, ezt akarom, UEFI. UEFI kell nekem. Ezt keresem, a UEFI-t, de nem talált, nem akart megjelenni a UEFI. Na mindegy, hagyjuk. Amúgy remélem nem akad a stream meg semmi ilyesmi, mert néha pirosat mutat. Ez az, igen, ugyanez. Igen, de itt hogy kéne megcsinálni, várjátok. Ez a... USB. Nézzük. Igen, a Gigabyte miatt nem nagyon tudom, hogy mi az, amit hogy kell használni. No. De ő hová ment? Azt mutatta, hogy Dell.
Nyomjuk a delt. Igen, itt vagyunk bent. Kiadott valamit. Easy mode. Aha, igen. Amit nyomodsz, F2-t. Aha. Ó, nem mondod, hogy az F2-vel lehet ezt megcsinálni. Oké. Igen, ott van. Ez kell nekem. Ha minden igaz, akkor ez kell nekem. Itt van, itt a kri. Jó, tudom mi volt a gond. Jézusom, ne. Oké. Jó. Jézusom, tudjátok mi volt a gond? Atyavilág, ezt nem fogjátok elinni. Az volt a gond, hogy rossz irányba tettem be, valamint a rossz USB-be tettem be, mert nem az USB-vel csináltam eddig, hanem a másikkal, és azért nem vette észre. De, és hallod, de mi? Érted? Miért? Nem hiszem el, ezt egyszerűen nem hiszem el, amit most csináltam. Úgyhogy a bénázás az azért volt, mert az USB nem vette észre a pendrive-ot. Tudom, meglettem volna egyből... Várjál, mi volt az? Home-ot telepítettem. Szóval egész eddig... Meg lett volna, csak az USB kábelt azt elfelejtettem, valamint az USB. Ez nagy színes, így van. Hallod, ezt így nem hiszem el, amit most csináltam.
Jó, most itt hallatszódik, hogy... Ja, csak sikerült végre. Aztán, amúgy... A stream az milyen? Tehát jó a stream amúgy? Meg a zene is tökéletes? Így ezt szeretném, hogyha így mondanátok, hogy milyen. Mert oké, mert nekem néha így pirosat mutat, hogy így nem jó. Igen, ez a ilyen 500 gigás az én az SSD-m, úgyhogy jó. Igen, ez a sajnos a laptopnak a hibája. Szóval néha így meg akad az azért van, mert a laptop az így. Gondol egyet, aztán tudod mit, én egy kicsikét lefagyok, aztán mehet tovább a munka. Úgyhogy, ja. De ilyet hallod, azt a... Fúha. A telefonon lehet hallani. Szóval, ja. Szóval nem vette észre a számítógépem a izét. Mert nem abban az USB-be tettem, amiben szoktam tenni. Ez van. Úgyhogy mondom, a kis bakikére elnézést kérek. De hát, ja. Amúgy aki itt van és nem követett be, az kövessen be. Nem. Ilyen streamek szoktak lenni, hanem szoktak lenni, milyen mondom, játékok, just chatting nagyon sok szokott lenni, bár hát ja, hogyha nem alszok el, és be tudok jelni normális időben, akkor szokott lenni just chatting, játékok is szoktak lenni, ahogy mondtam, ugye RTS2, néha Fortnite, nem tudom, szóval jégszívvel ugye néha játszunk. Ugye a Fortnite-tal, amit mondtam. Úgyhogy igen, hogy rengeteg játékkal szoktam játszani, úgyhogy hogyha nem akartok lemaradni a tartalmaimról, akkor azt a követési gombot, azt hogy hívják, azt fejeljétek meg. Amúgy, hogyha mondjuk lenne valami követés, vagy ilyesmi, akkor azt sajnálom, hogyha nem veszem észre, de a laptopon szerintem nincsen beállítva, vagy nem tudom. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ezért, hogyha mondjuk valaki bekölt, akkor ezért nem fogom észrevenni, mert örülök, hogy össze tudtam rakni a laptopban a streamet, nem pedig azt, hogy még ilyen izéket, ilyen forrásokat beállítani. Na, mindjárt megvan, béke. Úgyhogy, hogyha bekövettek és nem veszem észre, de előre is köszönöm szépen, hogy a bekövetést. Szóval, ja, mi a vége, az újra telepítés, amúgy ez egy, olyan, igen, amúgy ez egy
ilyen mozdulat lenne. Tehát ennyi. Csak mondom, valamiért nem vette észre, nem tudom miért. Úgyhogy ő... Ja. Amúgy ez is egy gyors összerakott kis setup, hogy tudja mutatni a gépet. Úgyhogy ő ja. Nem tudom, hogy a chat az azért látszik, amikor így írtok. Ezt meg kéne nézni, hogy mondani, hogy látszik, amit írunk, vagy nem. Remélem látszik. Na, felkészülés, igen. Na, látszod ott? Akkor várjál mindjárt. Akkor most? Most látszik. A jelenetnél úgy volt, hogy vagy a forrásoknál úgy volt, hogy a telefon meg a webkamera volt. Tehát ez a kamera, meg az a kamera. Volt felül, a chat meg ugye alul. Ó, és akkor az alját is alul van. Na, látom, valószínűleg akkor 11 órája bekövetett, úgyhogy innen is köszönöm szépen a követésbe a kiokóknak. Szóval nem tudom, hogyha mondjuk itt van, vagy mondjuk visszanézi, akkor hallja, hogy megköszöntem, vagy kiklippelitek, és akkor elküldöm mondjuk Baraszkjokurtnak, vagy tényleg megköszöntem, vagy nem tudom mi lenne a jó ő ilyenkor. Ez most kiadjon. Járadatra most nem tudok rámenni. Akkor majd később. Szóval nem kell egyenlőre még beszélni, te is felelős. Nap. Ez egy nyomunk lehet, és egy nap. Diagnosztizálás. Ez... Jó, legyen. És jó. Üdvözöljük! Hajjá, üdvözöljük! Az ön számítógépe üdvözlőnt! Hú, de ilyen narrátoros hangom volt most szerintem. Ez eltartozik, Gabi. Ne kapcsolja ki a számítógépet! Remélem tetszik ez a hang.
Hát igen, eltart egy darabig ez, ez az egész. Ami milyen jó lenne, hogyha így lenne ez az egész, hogyha mondjuk újra telepíted a gépet. Ilyen hangletéssel és ilyen hanggal. Mindjárt kész vagyunk. Köszönjük, hogy a Windows-t választotta. Nyújtaszkodás. Akkor nyújtaszkodjunk. Azaz. Na és akkor most jön az a pillanat, amikor... Pont most valaki felállni, Ági. De nem baj. De most jön az a pillanat, amikor, hogy is mondjam, a idékel, a két terabájtos HDD-kel, úgyhogy vissza is kapcsolom. Na, be is dugtam. Nem félreérteni. Várja. Jó, várja. Jó, megvan. Abból csak muszáj, hogy én is elférjek. Azt mondja, hogy... Így? Ja, ilyenkor még a másik monitor még... Opa, nem így akartam. A másik monitor még, látjátok, üres. Szóval, hogy semmit nem tud még kezdeni magával. Ezért... Na, jó, és... nem csak. Valamit nem nézek. Jó, oké. Jó, akkor azt mondja, hogy jöhetok unja. Jó, RAR file még nincs rajta. Nagyon jó. Hogy JAR file, vagy ki hogy akar hívni. Ez az Acer, ez az Acer-é. Én az Aspire F15 az a laptopom. Te. Nem már G. Gépem, és akkor adjunk neki egy LAN-t. Egy LAN-t, méghozzá. Itt a Bluetooth. Wi-Fi Bluetooth. Nem tudom, lehet-e hallani a hangot, a szondolátet. Meg a szondolátét. Hoppá. Nem hangos a zene, vagy pont jó, amúgy. Minek? Amit hogy érted, hogy nincs hang? Szóval minek a Windows-ommal? Kérdez szépen, az lett. Hogy valamit elállítottam, és ja, és így újra kellett tennem a gépet, sajnos. Igen, tudom, hogy nincs alert, sajnos. Hát most nem tudom megcsinálni. Mit akarok mondani? Mármint sajnos nincsen alert. Azt sajnos tudom, mert
Szóval, mi lett a gépem? Az lett, hogy ugye valamit elállítottam, és, ja, és így nem tudtam már nagyon semmit se csinálni vele, mert hát igen, elég furcsán viselkedett a gépem, úgyhogy újra kellett installálnom, és mondom, hogyha már újra installálom, akkor már live-ba akarom megcsinálni, és történt. Csak az volt a gond, hogy az USB-t viszont rossz helyre dugtam be, és így nem akarta észlelni, és azzal szívtam nagyon sokáig, szóval, ja. Úgyhogy igen. De mondom, ez amúgy egy ilyen feladat lenne. Ennyi. De hát ez sajnos nem sikerült az a művelet. Oké. Hogy így, csak így 6 perc alatt működjön. Csak megnéztem ezzel a hangot, hogy milyen. Telón. Eddig jó. Aha. Miért fogyott le? Halló? Na most mi van? Itt az a telepítőbe megakad az egész. Na jó, akkor azt fogom csinálni, hogy újraindítom, ezt kihúzom. Ezt kihúzom, mert ez most nem kell jelenleg. Lehet, hogy ez zavar be minket, ez. Na, és akkor kezdjük. Ez 9 alatt még nem is indítottam ezt semmit, de már... Ja! Jó, semmi. Megvan, hogy mi van. Hogy van amúgy hang? Jó, persze. Tudom, mi van hang. Szóval, futatás. Ez az. Na, vége. Not a drive. Custom. Én mindig így szoktuk, hogy custom. Ez nem egy telás. Ez kérek szépen. 16 gigás pendrive, tudom, nem látsz, de azon, na itt mondjuk mutatok, 16 gigás pendrive, itt van, nem tudom, hogy látszik-e, normálisan. Na mindegy, szóval 16 gigás. Ez a pendrive. Wi-Fi az van, oké, de nekem nem Wi-Fi kell, hanem nem Bluetooth, nem Wi-Fi, nem Bluetooth, hanem mi a neve már, mondjad már. Nem? LAN kell nekem.
autóban. Ez az. Na most lesz rajta az internet. Okay, please wait. Wait, jó van. Please wait. Hálózat. Így van. Az ilyen Aquel Gigi vagy egy. Aquel Gigi. Ez amúgy tök jó, ez az Aquel Gigi. Nagyon tetszik amúgy. Nagyon jó. Hoppá. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in pink and blue. Köszi. Rájöttem, hogy még nem fogom megcsinálni azt, hogy így. Nem fogom azt megcsinálni, hogy még ráteszem a internetre. Köszi, vagy meg egy szív. Jézusom. Jaj, megfulladok közbe. Jó, újraindítjuk. Ugye, ugye, hogy most a... Ja, köszönöm. Ja, hogy ugye most a... Audiót rátettem, ezért most újra kell indítani, hogy így biztos, hogy feltegye. Közben amúgy iszok egy kortyot. De jó volt. Azt mondja, hogy pillanat csak rákapcsolok egy zenét. Ilyet, de legyen egy kis világítás háttérbe. AR. Igen, itt az AR emoji. Itt vannak az emojik, amiket majd egyszer be fogok tenni, hogyha még lesz slotom. De ugye itt vannak a AR emojik. Igen, ugye a Samsung csinált ezt, amikor kipróbáltam apának a telefonját. Gépem, ott van, ugye meg volt az audio, BIOS azt egyenlően még hagyjuk, az most nem akarom megcsinálni, ezt szépen kitöröljük, mondom kitöröljük, nem rámenjünk, kitöröljük. Földön fekvő is rájön, melyikre gondolsz, mint a súlyoblokon. Ja, ez. Erre gondolsz, ugye? Mondom, hogyha majd összegyűlik, hogy én is fel tudjak tölteni csomót, akkor majd lesznek olyanok, hogy így mindenfélét is beteszek. Azt mondja, hogy igen. Neki futtatás. Futtassuk szépen. Ugye most ez a... Mi ez a...
mondjad már, gigabyte-nak a IO-ja, IO rendszer, vagy mi? Puttatás, mindenképp. Drive install, igen, most update-telte, jó, ezért volt ilyen villogcás. Wow, ez a kedvenc mappám. Chipset. Mondom, chipset. Futatás. Ott van. Igen. Igen. Oké. Ez nem kell. Tudom, majd újra fogom indítani. Most hagyjál az újraindítással. Jó. Futatás. Igen. Elvileg megvan. Elvileg. Akkor a tényleg nem tudom. Nem válaszol. Mi az, hogy nem válaszol? Na. Ajaj. A pohár majdnem felfogott. Most ezeken végig kell menni szépen sorba, hogy feltelepüljön, aztán netre engedni. Net az ugye leizélni magának. Összekivantás, igen, oda. Net az ugye lefrissíti magának. És akkor kész is lenne az egész számítógép. Igen, látjátok, újraindítást igényel, de még nem akarom újraindítani. Amúgy nagyon sajnálom, hogy nem tudtam azt megcsinálni, hogy kivetítem, mert azért jó lenne, hogyha ki lenne vetítve, de nem tudom megcsinálni azt, hogy ne legyen. Vagy valamit, hogy ki legyen vetítve. De milyen sata? Jó, akkor satát is szépen zírok. Megcsinálom. Sata is kell nekünk. Rapid, Inter, Rapid. Hoppa, itt van Rapid. Látod? Még számítógépben is itt van a Rapid. Wow. Meg a fajtőre, ja, neked is az van, vagy. Igen, majd mindjárt, úgy rendítom. Igen.
Ugye így szépen egyesével végig kell szépen menni ezeken, hogy Intel Rapid, Intel Optics, Intel nem tudom én mi. Én is akkor szépen megvárjuk, oké? Okay. Nagyon jó. Chipset, az is kell. Ja, ó, aha, jó, oké, okay, persze. Most már minden világos. Világos, mint a nap. De nem sötét, mint a hold. Ja, bátor itt van. Nagyon jó. Akkor lehet, hogy ez is már telepítve van. Már mindjárt meglátjuk. Akkor újra kell indítani, indítás. Ja, és amúgy még mindig nem... Na várjátok. És amúgy még mindig nem... ismerte fel ugye a... azt a monitort, ezt. Akik itt vannak, annak köszönöm szépen, hogy még mindig itt vannak, és nézik a mindott újratelepítésnek a folyamatát. Ami már csak a drivereknek a telepítése van már hátra, szépen, lassan. A jelmű kompatibilitási az alkalmazás megszűnt. Akkor, jó, akkor mindegy. Jó, ügyesen feltelepítettem. A LAN az ugye megvan. Igen. SATA. Azt hiszem itt tartottunk. A SATA-nál. Bocsánat, hogyha így lenézek a telefonra, de ott látom normálisan a csetet. A laptopon nem annyira látom normálisan a csetet, csak a telefonon. De mutatom, hogy hogy látom a csetet a laptopon. Ilyen picibe. Tehát ennyi, ezt látom, ezt, így, ennyi. Úgyhogy, ja. Az persze, Jézusenét, igen, de nézek itt mindenkit, persze, hogy ne.
Ja, Istenem, jó, akkor mi, hogy Intel, ezért újraindítjuk. Mert géni az újraindítás. Jó, hehe. Na, hagyjuk, befejeztem. Hogy tök jó, hogy egyből ide, ide betesz, ide. Igen. Jó, tudom. És mert a USB eszköz, hát ezt használod te. Oké. Okay. Igen. És akkor optics, igen. Azt hiszem, ez kell nekünk, igen. Azt hiszem, megvan. Azt hiszem, ez is megvan. Élvezd a kedvenceidet bűntudat nélkül a prémium. Töltsd le a reklámmentes zenéket, hogy könnyebben hozzáférhess a kedvenceidhez. És bárhol hallgathasd őket a napsorán. Oda. Próbáld ki a Spotify Premiumot egy hónapig ingyen. Úgy. További tudnivalókért koppints a reklámszalagra. Úgy, nagyon jó. Hogy már telepítelen. Oké, okay, jó, akkor nagyon jó. Összes kivontása. Igen. Ja, ezt is kívül, hogy, hogy... Ja, amúgy ez is már telepítve van álló. Á, hát nem, jó van. Jó, jó, bementem, nagyon jó. Azt hittem, hogy ezért van ezen. Na, én most megyek. Várják. Simset lelőre azért is jó. Na, jó, sziasztok. Na. Oké, okay. Take safe, hello. Ott van majd ilyen dupla raid, dupla hajté lesz, dupla live lesz. Aha, nagyon jó. Na, ez már a negyedik lépés az ötből. Akkor jó live-olás, jó Sims live-olás kívánok neked. Ja, tényleg! Igaz, igaz, igaz. Jó, most nem akarom még újra indítani a gépet. Jó, segédprogramok. Nézzük a segédprogramokat. Na! Ugye ezeket szépen töröljük. Upcenter. Hogy ez a... Ezek csak ilyen kisebb fajta programok ugye a géphez, amit az RGB világításhoz, meg a sötöbb, hogy így tudjam így állítani a színeket. Most jön a jó rész a telepítésnek. Ja, én meg itt várom, közben meg itt van. Csak nem értettem meg. Jó. Ott van Gigabyte. Launch up center button. Up center.
a BIOS-nak a izéja. De ez csak az, hogy a... az Upcenter-ben látszódjanak a... az izék, az ikonok. És se többe. Nem 104 vagy 240 hát, de ez még hatalja. Ez lehet érezni még, így a frissítések miatt. Ott van olyan, igen. Szóval lehet érezni a frissítés látat, meg ez nem 2064 40p-s még, hanem nem tudom milyen felbontást most használ most jelenleg a gép. Tél konfi. Nem a C-Fast Speed, vagy mi a neve? Csak ezek után a izék után, a köse, hogy hívják után, a program telepítése után fogom a izékat betelepíteni. Ugye a netrengeni, ezekre a programok után fogom megcsinálni azt. Ezeket gyorsan megcsinálom. Látjátok, hogy is 6 perc alatt meg csinálom ezeket. És akkor de mindig arra kell menni, hogyha telepítitek, akkor hogy újraindítás később, hogy ugye az egészet feltelepítsétek először. Úgyhogy amúgy meg egyetre üdvözlök mindenkit, aki itt van a chatben, hogyha elnyerte a tetszéseiteket a live, akkor vagy a stíluson, akkor ne abbasz tovább, hanem nyomd meg azt a feliratkozás, persze, bekövető gombat, és hogyha szeretnél támogatni, akkor nyomd csak meg azt a feliratkozás gombot. PPM jön most a csavarás. Igen, futtatjuk szépen és szépen lassan az utolsóhoz érünk a segédprogramokkal. Igen, úgy ezután jön az utolsó, mert ez az utolsó előtti. És akkor mondom, utána újraindítjuk, netrengedjük, és ad menjen a frissítések. És akkor most jön a kedvencem, az egyik kedvenc programom, az RGB Function. Ugye tudom a mindenféle szint változtatni a alaplapon. Na, ah, hol van? Jövő ide. Ott is van az RGB Function 2.0. Ugye most ilyen kis villódzások, annak ez azért volt, hogy csinálja az izékat. Jó, végig jár.
Most jön ugye a végére. Legyen itt ez. Nem tudom, hogy miért lett oda. Ó, aha. Van egy. Vulkán info, wow. Fogjuk így. Nem. Ah, jó, oké, csinálj csak valamit. Az majd akkor kell, amikor a izé, amikor majd a izét csinálom, miatt már netre felengedem. Most nem tudom, hogy csinál éppen a számítógép. Úgyhogy, ja. Ez érdekes. Na jó. Újraindítom. Aztán utána folytatjuk tovább. Oké. Hát már nekem is kell majd frissíteni, sőt elég sokat fog majd frissíteni a gépem. Addig ugye csinálom, jó, oké. Addig ugye nem csinálom azt, hogy feltelepítem a Premiere Pro-t, a, mit tudom én, a izét, a játékokat, meg a stb. Hanem megvágom még azokat, megcsinálni a frissítéseket, és akkor utána jönnek a játékok, a programok, a mindenek. Jó. Itt megvan ennyire, akkor... Igen, ez. Jaj, várjál, végigjával végeztünk, most jön ugye ezek. Hoppá, igen, tényleg, ja, most jönnek ezek. Pro set, Intel Pro set. Na, de az action. Nem tudom, hogy fel, de a nagyúnyban, mert elég furcsa van most így a... Hoppá. Na,
Autofókusz, hogy mi van ez számos? Elment, autofókusz nincsen. Vagy mi történt most? Sikerült, nagyon köszönöm szépen. Hogy ezt még csinálja, ezt a lefagyás, azt nem tudom megérteni. Tehát nem is csinálok semmit még ezen, de már lefagy. Szépen fetelkül, ez is jó, ezt jól megmondtam, köszönöm szépen. Nem vannak ilyen furcsa beszólásaim, mondataim. Kis késés a zéva. Jó, majd újraindítom, majd hogyha azt szeretném, jó? Oké. Bluetooth drive, igen, most jön a Bluetooth drive. Bluetooth. Jó. Oké, akkor van meg is van, ugye? Igen, ott a Bluetooth. Már biztos. Jó, oké, na akkor indítsuk újra, és akkor most hát tényleg tegyük rá a netre, úgyhogy gyerünk hátra és tegyük fel netre. Doktor netre fel. Fenn is van a neten. Úgyhogy, ja, ahogy üdvözlök mindenkit, hello hét néző. Hello. Köszönöm, hogy még mindig itt vagy, és nézed a Windows újratelepítési metódust. Így talán. Ez most már nem kell nekem, hanem helyette most már az kell, hogy mi. Ó, igen, ez fel szokott lenni. Igen. Ez jó.
írtam egy levelet. Szerzs bezárás. Oké, okay. Jó, és akkor most jött az, hogy nem beállítás, frissítés és biztonság, frissítések kezelése, és jöhetnek a frissítések. De én ezt akarom te. Jó, szóval, igen, szóval ez az, hogy most, bocsánat, hogy most szoktam voltam, csak most nézze, hogy mi van. Szóval most az van, hogy most így a minden most frissül, éppen, de most így felengedte az internet, frissül, most minden is csinálja a dolgát, és hogy ja, ezt majd meg, majd így, a mások monitoron szokott ez lenni, csak most nincsen még be. Még nem észleli. Bocsánat, csak nyújtózkodtam egyet. De érdekes. Késik egy kicsit a gajosat. Ez nem. Ez nem késik, de a webcomok az késik. De érdekes, itt most ezt telepíti magát. Na, ameddig telepíti magát, addig mindenkor elmegyek egy helyre, ahol még a király is zsarogjál. Úgyhogy igen. Úgyhogy majd jövök nem sokára, addig is nézzétek, ahogy telepíti saját magától a dolgokat. Úgyhogy pár perc, és jövök. De ki is fogom jönni mindjárt ide a gépre, amit láttok van, hogy nem sokára jövök vissza. Jó, és akkor... pillanat és itt vagyok. Addig telepít. Oppa, már fel is telepített azt a mindent. Jó, akkor újra indítom, és akkor utána már tényleg rögtön jövök, csak na.
Na, addig még nem jövök rögtön, hanem megvárjuk. Ahogy nekem a furcsa, hogy tényleg felderít a kamera. Mert mi a váltam be? Így mondjuk ez, hát így. Most egyenesben van. Na, hogyha most van egyenesben, akkor így kell lenni a kamerának. Azt szerintem így van egyenesben. Na, a kamera. Na, akkor mindjárt újraindul, megcsinálja, és akkor ráküldöm még mindig a frissítés, és akkor utána tényleg rögtön jövök. De ez gyors volt amúgy, nagyon. Tehát ez jó gyors volt ez a frissítés. És látjátok, milyen gyorsan tölt be a Windows. Tehát rettentően gyorsan. Nem ez kell nekem. És ez kell. Már is szerette is a izét, a nyomtatót, nagyon jó. Igen, így. Ó, igen, most fog a displayt is telepíteni, meg a systemet, meg mindent is. Windows 10, Vision 18.03, alaprendszer, 64 alaprendszer ez. Jó, na akkor tényleg rögtön jövök, mindjárt jövök, itt vagyok, mindjárt csak elmegyek oda, ahová még a királyi csalog jár. Na, pillanat. Pillanat, csak még állítom be az izét. A táblát, hogy rögtön jövök. Nem ezt akartam, nem így akartam megcsinálni. Valahogy így lesz, így marad, kész. Látszik, nem látszik, mindegy, rögtön jövök és itt vagyok. Már itt lehet a második monitort, pillanat.
Akárhogyan is szeretnél zenét hallgatni, van neked való prémium csomagunk. A családi csomag 6 fiókjával az egy fedél alatt élők osztozhatnak a zene imádatában. Csatlakozz a Duó csomaghoz, járd a saját utad az egyéni csomaggal, vagy használd ki a hallgatói csomag kedvezményét, miközben offline módban is reklámmentesen hallgatod a zenéidet. Próbáld ki a prémiumot egy hónapig ingyen. További tudnivalókért koppints a reklámszalagra. Na, visszajöttem. Bele rúgtam a telefon állomány, mármint a kamera állományba. Na, akkor szépen is le is veszem, így. Így né? És akkor itt van, hogy újra kell indítani a gépet, és akkor úgy települnek a többi tudtok. Na, szóval, amúgy ezért is kellett újraindítanom, mert hát ugye valamit elállítottam, amit mondtam, és ezt itt tudtam csak javítani, hogy újraindítottam. Másrészt valamelyet nagyon, de nagyon lassú volt. Harmadrészt meg a játékok is azért néha így valamelyik nem akart elindulni, valamelyik elindult, de aztán megadta magát, úgyhogy ja, úgyhogy ezért inkább újra lett indítva az egész számítógép. Ja, amúgy itt a mikrofon a telefonban próbáltam meg beszélni. Úgyhogy úgyhogy igen. Nem tudom, Gali visszatérte a Windows 10 frissítésből. Meg... Ja, jó, oké, nagyon jó. Szóval igen. Amúgy van az autofókusz elnézés, de nem tudom beállítani, hogy ne legyen autofókusz, vagy várjátok milyen. Azt mondja, hogy autofókusz kikapcsolás. Jó, oké, megvan. Igen, és akkor most már én tudom irányítani a fókuszt, hogy hol legyen a fókusz. Azt a mindenit, ezt jól megmondtam. Na, oké. Na most már ez, na,
2560-1040 és 2560-1080. Ugye ez 1040. 2560-1040, ez meg ugye 2920-1080. Bocs, 2560-1080. Ennek 2560-1440. Igen. Jó, oké, akkor Windows Update ismételten kell frissítése kezelése, és akkor nézzük tovább a frissítéseket, hogy a frissítések vannak még hátra, hát még csomó hátra van, így is van, ott is vannak, csak lehet, hogy nem nagyon lehet látni. Hol lehetett zoomolni ezzel a kamerával, ezzel a appal? Jézusom! Hogyha ezt jobb, ha ezt tudtam volna, akkor... Ó, te! Szóval itt ezeket kell letölteni még. Hallod, miket nem tudok meg, hogy ez az appal lehet izé zoomolni is. Szóval ugye le kell tölteni a 20-2-t, aztán a... Tehát itt vannak csomó mindent, le kell neki tölteni. Na. Szóval ja. Aztán ugye még a csomó mindent fel kell telepíteni rá. A Premiere Pro-t, ugye én azt szoktam használni, aztán... Ugye az Avel Media-t is rá kell telepíteni, ugye az Nvidia-t azt automatikusan rá fogja telepíteni. Milyen rá is nézek. Már rá is van telepítve. De nem, még csak a vezérlő pultja van letelepítve. A izéval. Az Nvidia-val. Bocsánat, hogyha így ülök, csak nézem közben, hogy a telefonba. Tudod, szóval a telefon az milyen... Hogy mutatja? 14.30, most van 14.30, most kezdeni el amúgy a live-ot. Az azért nem semmi. De most egy kicsit, most ugye a hétvége van, úgyhogy korai stream van. Mi ugye... Néha szokott lenni, néha meg nem. Ja, meg ugye a Stream Deck-nek a izéját is le kell ott tölteni. Stream Deck-nek a... programját. Programját, na. Csak meg tudom beszélni egyszerre. Bár nehéz ez a magyar nyelv, ugye? Ugyebár 84. Oké, 88% van már kész. Mindjárt 90, remélem. Remélem, hogy már mindjárt 90 lesz. Na, úgyhogy ez már egy ilyen metódus. Bár csak megnéztem, hogy lehet hallani mindent. Nem tudom, hogy ezt már live-oljam, vagy ne live-oljam, mármint ezt a hogy frissítéseket letöltök, meg programokat is letöltök rá, meg stb. Stb. Ugye az Nvidia-nak a programja, meg ilyenek. Szerintetek legyen vagy ne? Magadjon vagy ne?
Ha magad, akkor maradjon, akkor még hogy hívják lesz? Akkor még így... Maradjon, akkor marad. Akkor jó. Úgyhogy így szépen így töltőkézik lefele. És ő ja, szép lassan csinálja a dolgát. Lehet amúgy kérdéseket feltenni, hogy tehát bármilyen kérdést mindenre tudok válaszolni, hogyha persze tudok is válaszolni rá. Úgyhogy jöhetnek nyugodtan a kérdések akár Roditól, akár bárkitől is jöhetnek kérdések. Úgyhogy ja. De mondom még egyszer, hogyha tetszik a live és nem akartok lemaradni a további live-okkal, akkor kövessél be, nem kötelező, csak hogyha szeretnéd és nem akarsz lemaradni a további tartalmakkal, amik ugye nem ilyenek lesznek, hanem játékok lesznek, akkor a követés gombot azt fejeld meg, jó, megmondta. És hogyha támogatni akarsz, persze, az tényleg nem kötelező, hogyha te pénztárcáddal, ugye engedni, akkor fel is iratkozhatsz rám. De mondom, csak hogyha te pénztárcád engedi, csak akkor. Szóval, igen, szóval egy kis self-promo itt volt. Köszönjük szépen. Úgyhogy ennyi lett volna a self-promo. Úgyhogy igen. Na, minél letölti a 2-t. Igen. Lent van a 20-2, és akkor amúgy van lenne még egy kamerám, csak azt nem akarom beízítani. Igen, megmutatom annál is. El is van nevezni. Egy eléggé emlék, ami hát jellemző rá. Szóval megmutatom nektek a laptopnak a kameráját, ez lenne a laptopnak a kamerája. Hát azt mondja, hogy ez 720p. Ígyünk neki, 720p. Tehát ez a laptopnak a kamerája, ezeknek a kamerája, a Logitechnek a kamerája. Úgyhogy, ja. De mindjárt leskelezem ezt 720p-re, csak nem. Szóval az a lényeg, hogy ez 720p, ez is mondjuk, hogyha 720p lenne, ugyanilyen szép lenne a kamera képe. Ennek vicc ez a kamera. Mi ez a kamera, Jézusom. Szóval ilyen. Úgyhogy el is van neveze úgy, hogy Vatikan az a neve ennek a kamerának.
De hát igen. Azt mondja, hogy picit hozom az ételt, laptopot, hogy azért a kábel ne feszüljön. A mikrofonnak az állványa azért a válmánya, a mikrofonnak a kábel egy kicsikét feszült. Nem tudom miért feszült, pedig semmi, pedig nem is feszült a helyzet. Na mindegy, hagyjuk. Úgyhogy ja. Hát ez a 20H2 ez azért eléggé lassú amúgy. Szóval igen. De szép lassan tölti lefelé a dolgokat. Szóval ja. Hajszál volt a mikrofonon. Ez egy hajszál volt a mikrofon. Pillanat, minél jök. Elmegyek, elmegyek, és akkor minél jök, jó? És akkor pillanat az egész. Azt mondja, hogy így né. Akárhogyan is szeretnél zenét hallgatni, van neked való prémium csomaguk. A családi csomag 6 fiókjával az egy fedél alatt élők osztozhatnak a zenei imádatában. Csatlakozz a Duo csomaghoz, járd a saját utad az egyéni csomaggal, vagy használd ki a hallgatói csomag kedvezményét, miközben offline módban is reklámmentesen hallgatod a zenéidet. Próbáld ki a prémiumot egy hónapig ingyen. További tudnivalókért koppints a reklámszalagra.
Szóval, megnéztem, hogy, mert ugye elment ugye a kép, ugye egész végig ti a sötét képernyőt néz, hogy mikor néztétek, nem, mikor ment el a kép amúgy. Tehát mert amikor én már bejöttem, akkor már sötét volt a kép. És mikor ment el amúgy a kép? Jó, hogy pont akkor, ó, nagyon jó. Akkor nagyon jó. Na, de most már beállítottam, hogy soha ne menjen a kép. Illetve beállítottam azt, hogy HDR se jelölve. Ez eddig nem volt a gépen, szóval nézd, ide megyek a, hoppá, az a kettős monitor, ez legyen, de egyes már háló, nem mindegy. Itt van, HDR és VTG. A VTG. És akkor itt be tudom állítani, hogy a HDR tartalom fény, az milyen legyen, hogy teljesen fény, azt a minden, mi ez a fényesség, Jézusom. Jaj, mit csinálsz? Na, úgy. Tehát így be tudom állítani, hogy mondjuk milyen fényes legyen. Tehát, hogy ilyen fényes legyen, vagy mondjuk ilyen fényes legyen az HDR, nem tudom, hogy mennyire látszik nektek. De lehet, hogy szóval ez nekem megjelent is. Aha. Rendszer. Szóval ez nekem megjelent is, amikor ugye volt, akkor nem jelent ez meg. Amikor ugye nem volt újra telepítő. Szóval szerintem jó ötlet volt, hogy újra telepítettem a számítógépet. Jó van, a rosszból lesz jó. Tehát minden, vagy nem, minden rosszban van valami jó. Tehát mondjuk rossz, mert ugye újra telepítettem a gépet, de viszont jó, mert újabb funkciók jöttek be amúgy. Szóval teljesen új funkciók jöttek be. Amiket nem is tudtam, hogy van. Létezik. Wow. Ez szép, ez jó. Nézzük meg a hangot, várjátok. Azt mondja, hogy most úgy is frissül. Frissül. Ó, adjuk ezt az egészet, amit mondtam. Na. Jézus, amit mondtam. Bemeti. Live game ultra miért? Ja, mert most a mikrofon az a jó, oké, persze, jó, megvan. Nem tudom megcsinálni azt, amit akartam. Úgy. Most már itt látjátok, hogy mi van. Mit frissít a gép. Jaj, de finom volt. A kis víz. Na. Nézem, hogy mondom, milyen mit rezeg. Mármint, hogy megnézzem, hogy mit mutat a telefon. Már akartam ide nyúlni. Rájöttem, hogy ja, hát itt a telefon, itt van az izé. Jó, oké. Okay. Megnéztem, hogy mit
mutatott telefonom, de nagyon semmit nem mutatott. Úgyhogy olyan. Na, ez a frissítés, ez elég sokáig fog tartani szerintem, úgyhogy igen. Tehát, ti mondtátok, hogy legyen benne ez is a live-ba. Én tartom a szavamat. Szóval, ja. Tartom a szavamat, úgyhogy én. Én csinálom is azt, amit ti mondtak. Kivétel azt, hogy mondjuk valaki is bejönne, hogy hagyd abba az egészet és tőzd az a kontrollal, akkor azt persze nem csinálnám meg. Ja, persze, majd azt megcsinálom. Ja. Majd, hogyha ő is megcsinálja, majd akkor megcsinálom én is. Ennyi. De először, aztán lehet, hogy majd én is megcsinálom, de nem biztos. De csak lehetséges, hogy megcsinálom. De figyelj, hogyha már ő megcsinálta, akkor már mindegy, hogy én megcsinálom, vagy nem, mert ennyi. Na mindegy, hagyjuk is ezt, ja? De ilyen elmélet volt. Tomi elmélete, tudjátok. Tudjátok jó, hogy ilyen eléggé furcsa. Furcsa gondolkodást csinálnak néha. Hoppá, ezt akartam. Jó, most néztem meg. Most ennyi volt a live-ja, vagy mi? Ennyi volt a lányok a lányba. Wow. Szóval ennyi volt a lányok, eléggé rövid volt a lány. Jó rövid volt a lány volt amúgy. Hogy egy ilyen rövid. Rövidre fogtad most a lányot. Mert eléggé rövidre fogtad most jelenleg a live-ot, hogy láttam. Már nem nagyon néztem, mert akkor fagyna a laptopom. Nagyon. És én ezt nem szeretném. Ja. Igaz. Ez teljesen igaz. Oké. Hát így most már értem. Vagy nem is ettél még. Aha. Ameddig ez csinálja a dolgát. Tehát ameddig ez csinálja a dolgát. Ezt átteszem a másik monitorra. És csinálok néhány dolgot. Tehát ide rámegyek. És ugye megyom azt, hogy Google. Váó. Nem, megyom azt, hogy Chrome. Chrome letöltés. Rövid követi a... Mert egy ilyen hamar írás lesz-e vagy mi?
Nem fogadom el. Tudom, hogy elavult, azért foglak téged lecserélni egy promóra. Akár tetszik, akár nem. Na. Utána lehet, hogy kell a telefonom, remélem. Ja, igen, telefonon sem tudom csinálni, úgyhogy közben csinálom a live-ot, ugye. Itt a másik monitorban van a folyamat amúgy, de nem azt akarom mutatni nektek, hanem arra már azt, hogy telepítem le a cuccokat. Ja. Végül is igaz. Ja. Igen. Az szép. Jelentkezzünk, mert már van konfiókom, jelentkezzünk be, és akkor azt mondja, hogy... Várja. Mindjárt. Azt mondja, hogy a másik, amit van, nézem inkább, mert nem akarom, hogy vásároltok a jelszavamat, jelszava imat. El van mentve a csomó, azt mondja, hogy el. Jel. Szavak. Nem itt van? Hol van? Ajaj. Jó, nagyon jó. Megvan. Na, akkor azt mondja, hogy Chrome, vagy Google. Switch, ó, igen. Ó, jó van, itt vannak. Minden itt van, ami kell. De be, és a jelszó pedig ugye már ez, jó, nem látszik, nagyon jó, azért ellenőriztem, hogy nem látszik-e, jó, ő mindjárt, ugye, ön volt az, igen, én voltam az, és már bent is vagyok a Chrome-ba, igen. Folytatom. Várjátok, mindjárt. Nézzek dolgot. Most mi van? Meg hogy van? Meg mi egymás? Ja, igen. Azt mondja, hogy várjátok, mindjárt. Vagy akkor... Ó, lehet, hogy rosszul jelentkeztem be. Aha, sőt, biztos is. Jó, akkor... egy kis pillanatot kérek. Oké. Kék halált kapott a gépem, mert bejöttne, tudjátok. Bejöttne alapon, ugye. Örülök neki amúgy nagyon, de tényleg. Mhm.
nagyon jó, mert nem látom a chatet. Normálisan, na most. Ó, persze. Hogy ne. Nem tudom, elolvod, de ez se felszintén lesz live, igen. Honnan lesz az MC Szemó? Nincs akkor nem tudom. Hát akkor lesz mondjuk ő izé. Menj le. Forti, mondjuk, például. Majd mutatok valamit, figyeljétek. Ugye itt. Azt mutatja, hogy a számítógép problémát észlelted, újraindult. Erre, ott meg, még megy a izé. Érdekes. Jaj, hoppá, jársz vele, tudod, látszott. Na mindegy, hagyjuk. Jó, nagyon jó, oké. Ügyes vagyok, már megint ügyes vagyok. Miért tölt? Halló? Nagyon-nagyon, úgy egyáltalán. Ami nem megy. Remélem megy a lág. Oké, jó. Laptop prima. Nem tudom, hogy lehet hallani, nem. Laptopnak hibája sajnos ez. Már az a baj, már nem bírja, szerintem. Úgyhogy lehet, hogy itt zárom is a live-ot, jó? Mert most ilyen telefonos belépés kell, meg se többi. Úgyhogy, ja. Nem tudom, hogy lehet-e hallani engem. Remélem, lehet hallani engem. Még, de... Akkor ennyi lenne. Várjátok, milyen. Ugye így. Hát, ja, nem. Nem erre lesz kitalálva, hogy azt egy laptop. Vagy most jó? Váltok most lehet jó? Mondjátok, hogy jó? Tudjátok, mi volt a gond? A Twitch. Véletlenül bent maradtam Twitch-en, és ezért leállt a live. Úgyhogy most jó. Nagyjából. Nem. Mégsem.
for you. My heart is beating for your touch. Na, nem tudom, hogy lehet-e hallani. Köszönöm szépen, hogy a menéztetek, én lehet volna már a live. És akkor majd, hát nem tudom, mikor majd találkozunk. Na, jó van, én akkor mentem, és akkor majd... És akkor majd jelentkezek normális live-val a számítógépemet. Na, szevasztok, és köszönjünk be a végig csapatot. És bocsánat, hogy ez a kis live, ez így alakult. Na, sziasztok!